Köszöntöm nézőinket! Közel 25 éve rendezi meg évről évre hagyományos mesevetélkedőjét a Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája. Idén is 5 tagú szakavatott zsűri előtt zajlott a verseny, ezúttal Lázár Ervin négyszögletű kerekerdő című meséjét kellett feldolgozni a gyerekeknek. Az Inotai Tagiskola hagyományos mesevetélkedőinek minden évben más-más történet az alapmotívuma. Idén Lázár Ervin jellegzetes hangvételű meséje, a négyszögletű kerekerdő volt a feldolgozandó mese. Jó napot! Jó napot! Ez a négyszögletű kerekerdő? Isten hozott benneteket, ez. És menjetek nyugodtan, mert mindjárt letartóztatunk benneteket, csak rendbe hozzuk a riadóautót. Egyetek meg, esetleg szirénát is használom. Sok szerencsét, hozzá, és fit. Mondhatjuk, hogy hagyományos, és hiszen ez most már az idén a 23. alkalom, hogy megszervezzük a mesevetélkedőt. Ebben a tanévben 6 csapat fogja összemérni a tudását, erejét, fantáziáját. A tanítónénik, az alsós munkaközösség, akik ezeket a feladatokat mindig összeállítják, próbáltak belecsempészni olyan feladatokat is, ami bizonyos ismeretet igényel, tehát a szövegnek, a műnek az ismeretét, illetve hogy színesebbé tegyék a feladatokat, nagyon sok játékos feladat is szerepet fog kapni ezen a mai délutánon. Akkor lecsegjük meg a sebességvállalót, egyesbe tegyél. Na jó, akkor egyes. A játékosan komoly feladatok megoldása mellett a vetélkedő legnépszerűbb feladata az aktuális mese egy részletének dramatizálása volt. 5 tagú zsűrit hívtunk meg erre az alkalomra, arra figyelünk, hogy a zsűri száma mindig páratlan legyen, és hogy mindig pártatlanok legyenek a zsűrik, tehát ne legyenek érdekeltek a versenyben. Ezen az alkalommal Zöld Istvánné lesz a zsűrinek az elnöke, ő nyugdíjas pedagógus, meséknek a nagy ismerője. Elfogadta meghívásunkat ebben az évben Zsigmond Tamara, szinkronszínésznő, továbbá Petneházi Beatrix, a képviselőtestület Inotai rész önkormányzat vezetője, György Judit, szintén évek óta visszatérő zsűritagunk a könyvtár részéről, illetve Bognávé Móroc Viktória, óvodavezető. A korábbi évekkel ellentétben nem volt időkorlátja a dramatizált meséknek. A Szörnyeteg Lajos, Jaj, de álmos című történet megjelent az erdőben és egy sporttábor életepizódjában is. A megméretetésre jelentkező csapatok ki is használták a lehetőséget. A mese 4 epizódja jelent meg a gyerekek előadásában, különböző felfogásban. A fájós fogú oroszlán sztoriát 2 iskola is feldolgozta. Itt van, itt a tölt falak, és milyen kétségbe esett belőle, és hozzá se nyúlt a pali zárhoz. Zárhoz, Bruckner Siegfried! Talán meg akarsz vendégelni bennünket?
Ott van, egyétek meg, faljátok föl, tömjétek magatokban. Mit se törődjetek vele, hogy ezt a parizert a halotti toronyra tartogattam. Mire tartogattad? A halotti toronyra. Én úgy is meghalok. Ide nézzetek! Aztán fogja, ide nézzetek. Hát, ez bizony kiuka, egy lyuk. Egy lik. Lyukacska. Niki, Niki. Még egy ilyen szójáték, és ülök, vágok, ölök. Vége a világ legszebb oroszlányának, vége a világ legrendesebb élőlényének. Csoda Bruckner, csoda Siegfriednek, csoda nekem. Megcsoda örültél? Micsoda történt? Színészkedik, semmi baj. Nem látod, hogy nem nyúlt a parizerhez? S ünneplőbe jött ez a... Ünneplőbe? Tudtam, hol ez az egy pepita nadrágja van. Valóban a piros nadrág tartóját vette fel. De hát ne ordíts! Mondd el, hogy mi a bajod! A foga! A foga! Gyerünk ahhoz a fogorvoshoz, mi vagyok mindjárt, jó? Na, csak ne nyulázzunk! Uram, teremtette! Ez el akar menni a fogorvoshoz! Uram, teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Uram, teremtette! Csoda Bruckner, csoda Siegfried! Siegfried foga fáj jogán, fogorvoshoz el meg már. Szemfogán a liket lukat, betöri a doktor zír-zúr alakulat. A közönség és a zsűri előtt megelevenedett Maminti a kicsi zöld tündér históriája is. Ez jó, ebből lesz a legjobb hajó. De hát tegnap még repülőt akartál. Repülőhajó, olyanról még senki se hallott. A vízen a hajó, a levegőben repülő, a földön pedig vonat. Először reggelizni kell. Délután 2 óra van. Koncentráljatok már segítsetek, menj el terjeszteni a baltába, vagy a kérdésre, menj oldalról lesz kívánni a fát. Vigyázzat azonnal dől! Csak te hogy öregelem, ne dőljön. Hé, dömdögöm, azt nem csinálod, ne ugyálj, ott engedd le, rúgd följel, kalapálj rá, ott szólj is meg egy kicsit, lasszíts ki, nem tűnj rossz, várj, ne bújtatom én. Engedjetek már oda! Azonnal takarodj, nem látod, hogy csak szobás minket, dömdögömöt vezetnék, ha még te elhúznád a csíkot. Ostobaj teremtmények! Ász ki! Szívesen! Hát jó, ha is szeretnéd! Nagyon szépen köszönjük! A Zöld Istvánné által elnökölt zsűri a Várkerti Általános Iskola csapatát hirdette ki győztesként, megelőzve a Bánaladár Általános Iskola gyermekeit. A képzeletbeli dobogó 3. fokára az ősi általános iskola egyik csapata léphetett. A hagyományoknak megfelelően a vetélkedő végén a helyezést el nem ért csapatok is kaptak ajándékot. A részvételt bizonyító emléklap mellett Cicástól és a felkészítő tanárok által horgolt, virágmintás kulcstartó is szerepelt a jutalmak között. A zsűriben helyet foglaló Zsigmond Tamara saját ajándékaként nyújtott át egy történetet Lázár Ervin életművéből, melynek szövegvilágában az íróra jellemző módon a valóság és a fantasztikum szinte megérintik egymást, erős szimbiózisban élnek a történetben. Közeleg a tél, mostanra már a változékony időszakra is fel kellett készülnie az úton lévőknek. A gépjármű tulajdonosoknak egyrészt az autójukat, másrészt önmagukat is át kell hangolni a megváltozott út- és látási viszonyokhoz. A Hírcentrum Televízió a Várpalotai Rendőrkapitánysággal karöltve készített egy kis filmet, melynek első részében a Driving Camp szakemberének hasznos tanácsai kíséretében a vezetéstechnikai problémákra, valamint a helyes vezetési stílusra hívjuk fel a közlekedők figyelmét.
közlekedünk, haladunk, jön a tél, ne felejtsük el, hogy az autózás, az autóvezetés egy veszélyes üzem. Tehát ez egy igaziból veszélyes üzem, és a veszélyes üzem mellett ez egy csapatjáték. Tehát sokan vagyunk az úton, és csapatban kéne gondolkoznunk. Tehát nem csak az én kell, hogy előre kerüljön, és mindenki, aki körülöttem van, nem érdekel. A felkészült vezetőhöz hozzátartozik az is, hogy egy picit rákészülök ezekre az útviszonyokra. Tudatában kell lennek annak, hogy milyen a felület, milyen a talaj a gépjármű alatt, hiszen az a négy tenyérnyi felületen tapad az autó, ugyanúgy nyáron, mint télen. Ezért vegyem észre azokat a jeleket, tehát készüljek föl, hogy tudom észrevenni azokat a jeleket, ami veszélyt jelenthet számomra egy téli közlekedésben. Például a kormányt könnyebb tekerni, ugye? Ez azt jelenti, hogy kicsit csúszósabb a felület a kerekeim alatt. Már érzed, hogy kezd megindulni az orrával, rögtön az elején. Picit elveszed a gázt, ezáltal előre terhelődik a súlya, és egy picit a kanyar külső íve felé kinyitod a kormányt. Abban a pillanatban, hogy visszaszerzed a tapadást és gördül a kerék, már megint fordulhatsz befelé, jó? Jó. A tempód most jó volt, és csak az egyenes szakaszokba fékezzél, légy szíves. Kanyarba már csak kanyarodunk, csak jó? Az egész felületet, amint tapadunk, kanyarodásra használjuk, nem veszünk ebből a fékezést. Okay. Nagyon fontos az, hogy a téli útviszonyoknál a reakcióm ugye hosszabb, hiszen rosszabbak a látási viszonyok, én sem vagyok annyira ott, sokkal jobban figyelek, esetleg fáradtabb vagyok, és a reakció hosszúságával ugye télen még nő a fékút hossza is, tehát maga a fék távolság az jóval hosszabb, mint egy nyári vagy tavaszi időszakban. Erre figyeljünk oda, és ezért én azt javaslom, hogy ezekre a képzésekre érdemes ellátogatni, szakembereket kérni, és a télnek úgy nekiindulni, hogy fel vagyunk készülve úgy az autó, mint emberileg. El a fék, elengeded a féket, előre tekintesz, nézed a bóját. Idő az nagyon kevés van a közúton. Az idő az biztonságra váltható. Tehát abban a pillanatban egy kicsit felkészültebb vagyok ezeknél a vészhelyzeteknél, ugye már is időt nyerek, és a reakcióidőmet ugye tudom jóval hasznosabb dolgokra fordítani, mint a pánik. Nagyon fontos az, hogy legyünk tisztában az autónkkal, legyünk tisztában saját magunk képességeinkkel, és figyeljünk oda az útviszonyokra. Ilyenkor már ősszel kezdjük el, mérjük fel a lehetőséget, hiszen amikor beköszönt a tél, akkor nem csak csapadékos párás útfelületre, hanem ott sokkal veszélyesebb letaposott hó, jég, esetleg ónos esőre is számíthatunk, és hogyha nem vagyunk fokozatos felkészülésben, akkor hirtelen váratlanul fog minket ez a dolog érni, és nem fogjuk tudni, hogy hogy kerüljük el az ott lévő helyzeteket. Látod, hogy jön a kanyar, csúszik az út, nem ott fogjuk a kormányt. Fékezünk, elengeded a féket, és odamész a középső búja mellé, nézd a középső, gyönyörű lesz, teljesen jó. Ugye, így van, nézd a kilépő bóját ott baloldalt, és oda irányítsd az autódat, oda, úgy van! Amit el kell, hogy kerüljünk, mint igazi felkészült sofőrök, a megváltozott útviszonyokra tekintettel a hirtelen kormánymozdulatokat, az indokolatlan fékezéseket, tehát pontosan egy tudatos, felkészült vezetést szeretnénk mindenkitől a közúton, és ugye a biztonság az jóval növelhető, illetve sokkal biztonságosabban fogok vezetni. Azok, akik hirtelen rángatják a kormányt, pánikból vezetnek, sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint akik egy kicsit tudatosan kezdik el irányítani az autójukat, a fékezésnél tisztában vannak a tapadós felületek a minőségével, és másképp használják azt a fékpedált. Kitérnék egy picit ugye a modern vezetés támogató rendszerekre, ugye ABS, ESP, tehát ezek az autók, a modern autók már nagyon sok olyan rendszerrel föl vannak szerelve, amiket segítenek nekünk ugye a közúti közlekedésünkben. Ezek az eszközök is csak addig működnek, amíg van tapadása az autónak. Abban a pillanatban nincs tapadás az autónak, az ESP nem tudja tenni a dolgát, nem fog nekünk segíteni. De éppen ezért, hogyha megfelelő sebességgel haladok, ha megfelelő, tehát az útviszonyoknak megfelelő, ez nagyon sokszor halljuk, útviszonyoknak megfelelő sebességeket használok, akkor ezek a vezetéstámogató rendszerek még tudnak nekünk segíteni, és bízhatunk benne. Ezekkel ugye megint csak
időt nyerünk, megint csak energiát tudunk spórolni, az energiát esetlegesen a belső pihenésre tudjuk fordítani, az idő pedig biztonságot jelent, mint már most sokszor mondtam. Itt a pályánkon ezt a helyes kanyartechnikát egy 20-25 km per órás sebességgel gyakoroljuk nyári gumival, téli gumival egy 35-40, tehát körülbelül egy olyan 10 km per órával több sebességet bírunk elérni a téli gumival kanyarnál, és ugye ne felejtsük el, hogy a közúton ugye általában nagyobb tempóval szoktunk bemenni ezekre a kanyarokba, hatványozódik a baleset veszély. Tehát mindig próbáljuk meg megfelelően meghatározni a kanyarsebességet. Nagyon fontos, hiszen egy látható volt, egy 5-8 km per órás sebesség növekedés a kanyarba már azt eredményez, hogy nem tudom bevenni, és kicsúszik a gépjármű. A téli vezetésre való felkészülésnek borzasztó fontos része, hogy tudatában legyünk, hogy milyen útfelületünk van. Hiszen már ősszel, ugye, nagyon nagy a hőmérséklet különbség, tehát egy hajnali hideg, illetve utána hirtelen fölmelegedés, igen változó útviszonyokat hozhat létre. Tehát lecsapódik a pára az útfelületre, és ugye az egy fekete jég nagyon hamar előjön, tehát nem is látom, hogy van valami az úton, de egyszerűen érzem azt, hogy ott egy finom pára réteg van, ezáltal a gumim tapadása megváltozik, és nagyon sokszor ez ugye baleseteket jelent, és vészhelyzeteket okozhat, ezért, hogyha azokat a jeleket, amit mutat az autóm kormánya, én figyelembe veszem, és ennek tükrében haladok tovább, tehát tudatom van az, hogy miért könnyebbedik meg, és akkor visszaveszem egy kicsit a gázt, lejjebb veszem a sebességemet, akkor már működik ez a történet. Ennél a feladatnál a kanyarodás helyes technikáját tanítjuk, ugye a nézőpont áthelyezést, a minimális kormányszöget, és ugye a minimális kormányszöget akkor tudjuk elérni, hogyha megfelelő íven kanyarodunk. Ezt megtanuljuk, akkor a hétköznapokban a közúton is tudjuk alkalmazni, és a kicsúszásos baleseteket minimálisra tudjuk redukálni. Útmenti fáknál a lehullott falevelek, ugye? Az útszélen összegyűlnek. Ez egy elég veszélyes dolog, hiszen ott még rácsapódik egy kis pára. Én az autómnak az egyik kerekével, a jobb oldali kerekével rámegyek erre a csúszós felületre, a bal oldali kerekem egy tapadós felületen van. Abban a pillanatban, hogy nincs esetleg valamilyen vezetéstámogató eszköz, tehát mondjuk egy ABS az autómba, én hirtelen vészfékezést gyakorolok, vagy hirtelen vészfékeznem kell, mert valami elém ugrik, vagy egy vészhelyzet kialakul. Abban a pillanatban a bal oldali kerekem megtapad, a jobb oldali kerekem elcsúszik, és az autóm perdületbe jön, és elkezd pörögni. Vezetéstámogató rendszerekkel, egy ABS-szel, ugye, ez kivéthető, hiszen ugye az ABS a felületek közti tapadás különbséget megpróbálja kiegyenlíteni, és egy egyenes irányú fékezést tesz lehetővé. Többek között itt van a Driving Camp, ahol szakemberek segítségével fel tudunk készülni a téli útviszonyokra. Ezt a pályán lefektetett ipari műgyanta lehetővé teszi, tehát akár egy nyári időszakban már elkezdhetem a készülést a csúszós útfelületre. Itt a szakemberek megmondják, felkészítenek ezekre a vészhelyzeti szituációkra, ha megcsúszik az autóm, ha kanyarba kicsúszok. Itt egy picit át tudom értékelni a sebességhatárokat, és tudnak mutatni megoldási sémákat, tehát tudnak mutatni megoldási sémákat ezeknek a vészhelyzeteknek a megoldására. Jó, hát ugye érezted te is, hogy nem maradtál az úton, igen. Nincsen semmi baj, hiszen azért vagyunk, hogy egy picit gondolkozunk és adjunk egy-két jó tanácsot. Alapvetően a váltón csak akkor van a kéz, amikor váltunk, egyébként két kézzel fogjuk a kormányt. 9 és 3 órás kormányfogás, léci fogd meg, teljesen jó, köszönöm szépen. Előre tekintünk mindig, tehát oda nézünk, ahova szeretnénk, hogy menjen az autó, tempót csökkentjük, jó? Próbálj meg ennél a kanyar egy 20 km per órás tempóval menni, és az ideális ívet meghatározunk. Tehát kijössz teljesen az útfelület bal oldalára, előre nézel középre, és a végén pedig megint csak kijössz a fölfelé menetni a bal oldalra. Jó? Zoli, sok sikert és biztonságos közlekedést, gyerünk! Ez az, szépen lassan, kimész a bal oldalra, az egyenesbe szakadva fékezünk, hogy a kanyarról már nem fékezünk, már a középső bóját keresed, ami ott van segítségképpen, most húzod oda a középsőhöz, gyönyörű, már a
látjuk azokat a kicsit agresszívebb vezetőket, ugye, akik nem vesztik tudomást, hogy a másik csak éppen azért megy a megadott sebesség határral, mert neki az a biztonságos. Tehát fogadjuk el, hogy nem egyforma képességekkel vagyunk az utakon, és segítsük a másikat, hiszen ebben a csapatjátékban csak akkor tudunk bizton előre haladni, hogyha ez a kölcsönös bizalom megvan egymással szemben, és a kölcsönös bizalmat kiérdemeljük, és meg is adjuk a másikkal szemben. Ha ez nem működik, akkor olyan közlekedési szituációk alakulnak ki, amit nagyon sokszor lehet látni a televízióban, előjön az agresszivitás, előjön az idegeskedés, előjön a feszültség, és ez bizony nem fog jó közúti közlekedési szituációkat szülni. Tehát nagyon fontos az, hogy az autóban, hogyha beültünk, nyugodtan, átgondoltan és csapatjátékosként autózzunk. A rendőrség az ősz közeledtével fontosnak tartja azt, hogy a lakosság figyelmét fölhívja arra, hogy melyek azok az alapvető szabályok, amelyeket be kell tartani azért, hogy a közlekedési baleseteket megelőzzék, mivel tudják a vezetéstechnikában egy kicsikét még inkább a biztonságot szolgálni. A közúti forgalomban pont azért, hogy biztonságosan részt tudjanak venni, egyfajta vezetéstechnikai tanácsok, ajánlások is szükségesek, illetve nem nagyon kiemelten fontos az, hogy a gépjárműveinket felkészítsük, és mi saját magunk is felkészülünk arra, hogy egy megváltozott útviszony, illetve időjárási viszony nehezíti a közlekedésünket. Ez a felület, amin a csúszós felület, ez a letaposott hóival megegyező felület, tehát egy nyári gumival letaposott havon, illetve nyári gumival tapadós felületen. A mai napon a Driving Camp vezetéstechnikai pályán egy vezetéstechnikai tréner segítségével olyan kicsi, apró tanácsok, fortélyok megfogadásával egyfajta útbiztonságot tudtunk szerezni, amire nem is gondoltunk volna, mert egy jó kormányfogás, egy megfelelő útvezetés, illetve az, hogy a tekintetünket azon a pályán vezetjük végig, melyen közlekedni szeretnénk és kívánunk, egy csúszós útfelületen is egy biztonságos közlekedésre ad lehetőséget, abban az esetben, hogyha a sebességet megfelelően válasszuk meg, illetve azokat a szabályokat betartjuk, amelyeket a vezetéstechnikai tréner is javasol, ajánl. Jön a tél, csúszós felületeken haladunk, nagyon jól lehet szemléltetni itt a Driving Campen, nagyon jól be tudjuk bizonyítani, hogy a csúszós és a tapadós felület közti fékút különbség akár a 4x-5x-öse is lehet az egymásnak. Az előbb láthattuk, hogy a szárazon fékező autó 60 km/h sebességről megközelítőleg 13-14 méteren belül állóra tudja fékezni egy vészhelyzeti szituációban magát, mi ugye ugyanezt egy csúszós felületen, ezek a felületek általában a letaposott hóval megegyező tapadási együtthatóval rendelkeznek, tehát nem jég, hangsúlyozom, tehát csúszós felületen akár a 70 méter is kevés ahhoz, hogy 60 km/h sebességre megállítsuk az autót. És a mostani kísérletünk, ezek mind a kettő autón nyári gumi volt. Téli gumival ezek a távolságok, a csúszós felület egy picit rövidül, megközelítőleg a tapasztalatok alapján téli gumival, ugyan 35-40 méter alatt meg kell, hogy álljon az autó. Jó téli gumival, hangsúlyozom, jó téli gumival. Azért ez is látszik, hogy a különbség a száraz, 13-14 méter, a csúszóson pedig ugye téli gumival esetleg 45-50, nyári gumival pedig 70 méteres a félkútunk. Télen nagyon sokszor van az, hogy a járművekre a fizikai erők hatnak, és esetlegesen megpördülnek, az autó hátulja kitörik, ebből adódóan az autó keresztbe áll. Ez az úgynevezett túlkormányzott helyzetbe kerül az autó, ennek a kivédési formáját tudjuk itt megmutatni, erre mondunk egy megoldási sémát, begyakoroltatjuk az ügyfelekkel, és esetlegesen, hogyha a közúton hasonló szituációban kerülnek, és a jó mozdulatokat azonnal előjönnek, és készségszinten tudják használni, kezelni, készségszinten tudják kezelni ilyenkor az autót, ezzel is jelentősen csökken a baleset veszély, hiszen télen általában az emberek nagy többsége a csúszós úttól fél, és az ott történő
nem természetes mozgástól, tehát azt, amikor megcsúszik az autó, a fizika átveszi a hatalmat. Ezekre mutatunk megoldási sémákat, az egyik legjobb példa, ugye driving tempán lévő rántópadon gyakorolni ezeket a dolgokat, ugye ez egy szimulált vészhelyzet, megtanítjuk azt a három fontos dolgot, amivel egyenesbe tudják hozni az autót, minél gyorsabban. Látható volt, hogy abban a szituációban, hogy elmagyaráztuk ezeket a mozdulatokat, megközelítőleg egy 20-25 méteren belül már is egyenesbe volt az autó, és a saját sávunkban maradtunk. Ezért hasznos, hogy ilyeneket tanuljunk. A közúti közlekedésünk során ne csak saját magunk biztonságára figyeljünk, hanem másokére is, hiszen nagyon fontos, kiemelt szabály, mindenkit hazavárnak.